Ügyintéző ablakon keresztül adják ki a 2022-re érvényesített vadászjegyeket a Vadászkamara megyei szervezeténél Nyíregyháza Sóstóhegyen. Március 1-től csak azok vadászhatnak, akik eleget tettek ennek az alig néhány percig tartó feladatnak. Van azonban változás ettől az évtől kezdve. Az alul lévő korábbi papír alapú pecsét füzetet felváltotta a rajta lévő plasztik kártya. Ezt kell majd maguknál tartaniuk a vadászoknak, amikor az erdőt járják. Gyakorlatilag ugye a vadászati év február utolsó napjával véget ér, és onnantól kezdve már csak az újonnan érvényesített vadászjeggyel lehet majd vadászni. Minden vadászónak éppen ezért január eleje és február vége között meg kell újítani az új vadászati évre a vadászjegyét. Eddig is ez mindig így működött, viszont idén van egy nagy újítása az Országos Magyar Vadászkamarának, és ilyen módon ugye minden megyének. Az eddigi, gyakorlatilag 20 éven keresztül használt vadászjegyet egy teljesen új formátumra, teljesen új dokumentumra cseréltük. Gyakorlatilag az eddigi hagyományos kis papíralapú kártya, kis dokumentum helyett egy plasztik kártya lett, amit kapnak a vadászok, és ennek nyilván egy komoly informatikai háttere van, komoly fejlesztése, hiszen teljesen más elveken működik, mint eddig a papíralapú működött. A plasztik kártya rendelkezik sorszámmal és QR kóddal, így telefonon gyorsan ellenőrizhető a vadászjegy érvényessége. Az újításnak köszönhetően az online érvényesítés is könnyebbé vált, ezt a Vadászkamara weboldalán lehet megtenni. Ez egyébként a világjárvány miatt már tavaly is lehetséges volt, a népszerűsége azonban ettől az évtől ugorhat meg az ügyintézés internetes formájának. Akkor még egy kicsit körülményes volt, hiszen még ezt a hagyományos papíralapú vadászjegyet állítottuk ki bélyeggel, ki kellett küldeni postán, nyilván akinél volt régi vadászjegy, akkor gondolkozott, hogy most melyik a jó, melyik a nem jó, tehát picit körülményes volt, de már akkor is népszerű volt, és most, hogy ez a plasztik kártyát a Országos Vadászkamara elkészítette, gyakorlatilag teljes mellszélessége és teljes gőzzel tudunk online is érvényesíteni, ami roppant praktikus, hiszen nem kell bejönni a vadásznak, nem kell neki esetleg egy fél napot azzal eltölteni, hogy valahonnan a megye túlsó végéről beutazik, hanem amikor ideje van, mint bármelyik más ilyen internetes vásárlás, a számítógép elé, 5 perc alatt meg tudja érvényesíteni, most még nyilván postán megkapja az új vadászkártyát, hiszen ez egy új dokumentum, de jövőre már gyakorlatilag ez egy 5 perces kattintgatás lesz, egy kis internetes folyamat. A vadászjegyeket február 28-áig lehet érvényesíteni. A kamara azt kéri a vadászoktól, hogy akik mégis személyesen szeretnének ügyet intézni, ne hagyják azt az utolsó napokra, így elkerülhető, hogy a hónap végén hosszú sorok alakuljanak ki a Vadászkamara épületénél.